Jó estét kívánok! Önök a TV Ajka híradóját látják június 23-án pénteken. Nézzük legfontosabb témáinkat röviden. Bölcsődebővítést tervez városunk önkormányzata. Vanessa és Csongor lett az év olvasója. Kategória minősítésre készül a Padrakuti bányász férfikar. Városfejlesztésről tanácskozott Schwarz Béla polgármester az önkormányzati hivatal munkatársaival, valamint az óvoda, a bölcsöde és az idősek otthona vezetőivel. A tanácskozás célja a bölcsöde és az idősek otthona kibővítése volt. Elsősorban a bölcsödei túljelentkezésre keresték a megoldást. Az volt a kérdés, hogy mit építsünk egy bővítés keretében, bölcsödét, idősek otthonát vagy rehabilitációs központot. Ez ugye az három különböző funkció, de ezek közül a legfontosabb a bölcsödének a kérdése, hiszen sajtót is megjárta már ez a hír, a jelenlegi bölcsödei férőhelyeket nagyon kihasználjuk, és mindegy 20-25 gyermek elhelyezése nem biztosított. Ugye ez szeptemberre egy kis növekedéssel is számolunk, úgyhogy itt szeptemberben csúcs lesz, ezért a legfontosabb kérdés a bölcsödei férőhelyeknek a növelése. Ezen a megbeszélésen itt a kollégáim, intézményvezetők, mások elmondták a véleményüket, eldőlt, hogy arra adjunk be pályázatot, hogy a bölcsödét a jelenlegi telephelyén bővítenénk kettő csoporttal, ami 24 fő elhelyezését teszi lehetővé, és az idősek otthonát azt még tovább kell vizsgálni, hogy annak hol legyen a bővítése, illetőleg a rehabilitációs központnak az esete is még kérdéses. Az óvoda vezetés azt támogatja azt az elképzelést, hogy az óvoda udvarából leválasztanánk egy területet, és azt a bölcsödéhez csatolnánk, és ott valósítanánk meg ezt a fejlesztést. Hát a bölcsödések eleve ezt kérték, úgyhogy ez az ő megelégedésükre is szolgál. Korábban már készültek erre tervek, úgy tudom. Nem tudom, hogy mikorra várható az, hogy el is készül. Tehát a pályázatot azt augusztusban kell beadnunk. Ugye a következő testületi ülésen már be is terjesztjük, tehát e hónap 26-án, és hát ha megnyerjük a pályázatot, ugye ezt mindig hozzá kell tenni, ha megnyerjük a pályázatot, akkor azt gondolom, hogy a jövő év első fél évben ezt a fejlesztést meg tudjuk valósítani. Janikowski Éva tiszteletére alapította 2009-ben az év olvasója díjat Utasi Istvánné az Ajkai Könyvtár nyugalmazott igazgatója. Az idén 8. alkalommal adták át a díjat a gyermekkönyvtárban. Az idei év rendhagyó ugyanis most ketten érdemelték ki a megtisztelő címet. Nyári Vanessa Jászmin, a Borsos iskola hatodikosa, nem csak olvasni szeret, verset és regényt is ír. Számos prózamondó nyelvi versenyen, könyvtári olvasópályázaton szerepel sikerrel. Sokoldalú tehetséges, nyitott diák. A Fekete-Vörös Marti iskola hatodikosa, Császár Csongor, a könyvtár olvasópályázatainak állandó résztvevője, szüleivel és nővérével a könyvtári programok rendszeres látogatója. A díjat minden évben az a tanuló érdemli ki, aki azon kívül, hogy a könyvtár beiratkozott olvasója, rendszeresen részt vesz a programokon, gyakran kölcsönöz könyvet és szeret olvasni. Utasi Istvánné kérdésünkre elmondta, a díj alapításával az volt a célja, hogy az iskolások figyelmét felhívja arra, milyen előnyökkel jár a rendszeres olvasás. A díjazottak könyvet kaptak ajándékba, Utasi Istvánné pedig pénzjutalomban részesítette őket. Keszthelyen szerepel holnap a Padragi Bányász férfi kórus. A fellépésének tétje van, ugyanis a kórus kategória minősítésre készül. Koncertjüket szerdán hallgathatták meg az érdeklődők a Szabadidőközpont kiállító termében. A koncert felkészülési koncert az 5. Keszthelyi Dalünnepre való felkészülési koncert, ahol a kórus kategória minősítést kért. 3 évente kell megújítani a minősülésüket az énekkaroknak. Nekünk ez lejárt idén, és úgy gondoltuk, hogy ez egy pont jó alkalom, hogy minősüljünk. Múlt hét szombaton volt már Padragon egy ilyen felkészülési koncertünk, és most pedig Ajkán mutattuk be azt, hogy mit tud a kórus, most éppen hol tartunk így nyár előtt és a koncert előtt. A Padragi Bányász férfi kórus 2010-ben kapott aranyminősítést a Kóta által szervezett versenyen. A Gála kórus minősítést 2013-ban érdemelték ki.
A Kodály Zoltán magyar kórus versenyen 2015-ben ezüst diplomát kaptak és külön díjban részesültek. Tavaly a Mária Rádió második kórus versenyén 4 elismerést is szereztek, a kórusművek kötelező műnélkül kategóriában aranyminősítést érdemeltek ki. Külön díjat kaptak a színes hangszerelésű előadásért, népek csoportban pedig aranyminősítést kaptak. Ebben a kategóriában díszoklevélben is részesültek, amelyben az első helyezést igazolták számukra. A szombati minősítő koncert Keszthelyen a Balaton Múzeumban lesz. A Padragi Bányász férfi kórus 11 órakor lép fel. A kórus karnagya, Kanyárné Grünwald Petra elmondta, évelei óta készülnek a minősítésre, és igyekeznek maximális teljesítményt nyújtani. Nagyon remélem, hogy minden úgy fog sikerülni, hogy mi azt szeretnénk. Mi az, ami hiányzik a kórusodból? Kiket vártok elsősorban? Gondolom, minden kórusnál az van, hogy a fiatalokat nagyon nehéz bevonni. Nálatok hogy van ez? Igen, hát mi is várunk új tagokat mindenképpen, mert jó lenne a frissítés, fiatalítás, és hát várunk mindenkit szeretettel. Iszik emez, iszik amaz, iszik derék, iszik pimasz, iszik szőke, iszik barna, iszik tudós, iszik balga, iszik szegény, iszik beteg, iszik alkassári gyerek, iszik főpap, iszik vígán, iszik húgom, néni pályán, iszik apám, iszik anyám, iszik minden egyáltalán, iszik száz és iszik ezer, egész világ joggal vezel, bizony 600 Már 26. alkalommal szervezte meg a Mozgássérültek Ajkai Egyesülete a sportversenyt az esélyegyenlőség jegyében június 18-án. Ezen a napon együtt sportolhattak a mozgásban korlátozottak és az egészségesek. A program célja az volt, hogy az együtt eltöltött vidám napon jobban megismerjék egymást és közös élményeket szerezzenek. Régi barátok és ismerősök köszöntötték egymást az ügyességi verseny kezdetén vasárnap a Városi Strand parkolójában. A szervezők 4 tagú csapatok jelentkezését várták. Összesen 11 csapat mérkőzött meg, közülük 2 a szlovéniai Velenje településről érkezett, ők régóta részt vesznek a programon. Egy csapat Balatonfüszfőről nevezett, a többiek ajkaiak voltak. Mind a 4 állomáson más-más versenyző szerepelt, az értékelés is egyénileg történt. Az útvonalat a csapatok nem tudták előre, a helyszínen kapott térkép alapján kellett tájékozódniuk a városban, majd az erdőben. A résztvevők kilátogattak ugyanis a Sárcsik úthoz, a lengőteke és a lövészet feladatait a civilház udvarán, a gépkocsis ügyességi feladatokat a bányás sportpályán oldották meg, a darts pedig az Ajkarendeki Művelődési Ház udvarán zajlott. A múlt hétvégén rendezték meg az idei év második magyarországi spártán részversenyét. Az ajkai csapat, amely 27 fővel képviseltette magát a közel 15 kilométeres akadályfutó versenyen, megszerezte a második helyezést. A csapat tagjai egyéniben is kiválóan teljesítettek. A futam nehéz körülmények között erős emelkedőkön, erdei ösvényeken, patakmederben zajlott. A versenyzőknek több mint 25 mesterséges akadállyal is meg kellett küzdeniük, többek között homokzsákokkal kellett kaptatókon feljutni, vagy éppen egy adott távot összekötözött lábbal megtenni falakon átjutva. Az ajkaiak bravúros eredménnyel zárták a versenyt, a nyílt kategóriában 221 csapatból a második helyen végeztek, így végre most először felállhattak a dobogóra, megelőzve riválisukat, a nagynevű győri Yakuza Fitness Club csapatát. A csapattagok egyénileg is brillíroztak, nagy részük az élbolyban végzett, megelőzve a nevezők 4/5-ét. A legjobb teljesítményt Egyed Roland és Szűr Krisztián nyújtotta, illetve Hubai Tímea, aki a nők között korosztályában a második helyen ért célba. A juniorok között Pocai Dávid ismét a döntőbe jutott, ahol is a 4. helyen végzett.
Az ajkaiak legközelebb hétfővel Közép-Európa legnehezebb versenyén vesznek részt, ahol több mint 45 kilométert kell megtenniük a versenyzőknek 60 mesterséges akadályt leküzdve. A versenyt július 15-én a szlovákiai Valcsai völgyben rendezik meg. Kedves nézőink, most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni a figyelmüket. Július 24-én szombaton jótékonysági futóverseny lesz Kislődön egy 6 éves leukémiás kislányért, Nóriért. A résztvevőket reggel 8 órától várják az iskola belső udvarán. A futóverseny mellett különböző kísérő programokkal készülnek a szervezők, lesz roki és aerobik bemutató, tombola sorsolás, lufi bohóc, csillámtetkó, arcfestés, rendőrségi, mentőkutyás és tűzoltó bemutató. A rendezvényen fellép a Bodza zenekar. Színes programokkal várják az érdeklődőket június 24-én 17 órától a Városi Múzeumban. A Múzeumok Kozmikus Éjszakája elnevezésű rendezvényen közreműködik többek között az Urkuti Csillagászati Klub és az Ajkavárosi Bányász Fúvós zenekar is. Éjszakai lámpásfutás szervez a Sportváros Nonprofit Kft. És a Bakonyi Tájfutóklub június 27-én kedden este 9 órától fél 12-ig a Városi Sportcentrumban. A harmadik alkalommal megszervezett verseny célja a sportos életmód népszerűsítése. A verseny 9 órakor 30 perc kötetlen gyaloglás vagy kocogás programmal kezdődik, 40 perc múlva indul a 8x800 méteres vegyes váltófutás, 4 férfi, 4 nő összetételben, fél 11-kor pedig a lámpás futás a kerékpárúton Bakony-Gyepesre a 8-as főútig, majd vissza a sporttelepre. Július 1-én szombaton 18 órakor lesz a Bahar Orientális Tánc és Kulturális Egyesület táncgálája a Művelődési Központ színház termében. Július 8-án szombaton 21 órakor a Városi Strand és Élményfürdő szabadtéri színpadán a Pannonvár Színház előadásában a Mágnás Miska című operett tekinthető meg. Kedves nézőink, kérem tekintsék meg időjárás jelentésünket is! Szombaton a változóan felhős ég mellett több órás napsütésre van kilátás. Csapadék általában nem alakul ki, csupán elvétve lehet egy-egy futózápor. Az északnyugati szél élénk lesz. Kora délután 28-33 fok várható. Vasárnap többször erősen megnövekszik a felhőzet, emellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is előfordulnak majd. Több helyen várható záporzivatar, akár felhőszakadással, jégesővel. Változó irányú szél lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-36 fok között alakul. Hétfőn fokozatosan csökken a felhőzet, egyre hosszabb időre süt ki a nap. Számottevő csapadék nem alakul ki. Mérsékelt lesz az északnyugati szél, 30-36 fokra melegszik a levegő. Mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket. Műsorainkat az interneten is megtekinthetik, és YouTube csatornánkon bármikor visszanézhetik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. Mai adásunk ismétlését szombat reggel 9 órától láthatják ugyanezen a csatornán. Folytatjuk az Ajkai Tükör műsorát. Kérem, maradjanak velünk!